Sokszínű lesz mai kulturális magazinunk. Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a Paletta nézőit február 2-án, kedden 17 óra 20 perckor. Először bemutatjuk Csató József új kötetét, majd ellátogatunk az Albarégia Szimfonikus Zenekar online koncertjére. Ezután megemlékezünk Vánzé történéseiről, végül pedig bemutatjuk, mi történt a Vörösmarty Színházban a Magyar Kultúra napján. Tartsanak velünk! Megjelent Csató József új kötete, az Én Itáliám, Olaszországba kalauzolja el az olvasókat. Az elmúlt év egyik fontos pillanata volt az irodalom kedvelők számára, a 74. születésnapját ünneplő Csató József a kiváló újságíró új kötete, amelyben az Én Itáliám címmel az olasz csizma kultúrtörténeti történelmi különlegességeit hozza közel az olvasóhoz. Onnan jött az ötlet, hogy ugye Olaszországon kívül jártam még legalább 15 országba, de egyik se tetszett úgy, mint Olaszország a gyönyörű tájaival, a barátságos embereivel, a tenger, és ezt én tulajdonképpen már 2-3 éve elhatároztam, hogy megírom, és akkor a koronavírus járványnak volt egy ilyen pozitív hozama, hogy ugye itt önkéntes karanténben voltunk, és sokkal hamarabb megírtam a könyvet, mint gondoltam. Személyi utazásaim során, tehát rengeteg élmény halmozódott föl, tehát én úgy próbáltam megírni ezt a könyvet, hogy az ember a saját maga tapasztalatait, ismereteit belevegye, hogy aki még nem járt Itáliában, annak egy útmutatást adjunk, tehát hova érdemes elmenni, miért érdemes elmenni, mikor érdemes elmenni. Tehát szerintem, aki pedig járt, annak meg egy jó ismétlés, hogy tulajdonképpen fölelevenítse magába az emlékeit. Az itáliai kalandozás immáron a szerző 8. kötete. Visszaemlékezéseiben megismerhetjük szárszói gyökereit, az égi ösvényeket, elkísér bennünket az antik bölcsességek világába, illetve a Székesfehérváron töltött fél évszázadának történéseibe is. Az ember aktív újságíróként rengeteg cikket, riportot, interjút, hírt, tudósítást írt, de az egészen más, mint egy könyvírása. Tehát amikor az ember már úgy van, hogy nem kötelezik arra, hogy írd meg a havi 32 flekket, mint annak idején, vagy akár többet, akkor már én magam választottam meg tulajdonképpen, hogy miről szeretnék írni, és igazából 9 évvel ezelőtt jelent meg az első könyvem. A színes változatos új kötet Csiszár László szerkesztésében, a Tarsói Ifjúságért Egyesület kiadásában kiváló olvasmány mindazoknak, akik szeretnék megismerni Olaszországot Isonzótól Firenzén, Rómán át Nápolyig. A Filharmónia Magyarország támogatásával újraindulhat a klasszikus zenei élet is. Somogyi Tóth Dániel vezényletével az Albarégia Szimfonikus Zenekar online koncertjét kísérhetik figyelemmel a zenekedvelők. A koronavírus járvány okozta csendesség után újra klasszikus dallamok csendültek fel az Albarégia Szimfonikus Zenekar hangversenyén. A szimfonikusok különleges műsorral léptek fel a Vörösmarty Színházban megrendezett koncerten, Somogyi Tóth Dániel dirigálásával. Egy kifejezetten magyar műsorral készültünk a mai estére az Albarégia Szimfonikusokkal, a Filharmónia együttműködésében, és ezek kortárs műveket is tartalmaznak, illetve hát gyakorlatilag a legnagyobb magyar klasszikus, legnépszerűbb nagy szimfonikus zenetarán Kodály Galántai Táncok című remek műve, amit eljátszunk a végén, és hát ami nem teljesen magyar zene, de mégiscsak a magyar kultúrához rendkívül erősen hozzátartozik, már csak a zeneszerző sok magyar kötődése miatt is, az pedig Brahms magyar táncai a végén, az első, a 6. és az 5.
a kiváló kortárzenék, amiket játszunk, azok pedig Dubrovainak trombita versenye, Bartóknak, a szintén nagyon népszerű román népi táncainak, Szentpáli Roland által készített trombita átirata, és egy kiváló izraeli-magyar zeneszerzőnek a divertimentója, Hajdu Andrénak a divertimentója, és hát olyan kiváló trombita művész lesz szólista partnerünk, mint Pálfalvi Tamás, úgyhogy vele egy nagyon nagy élmény volt együtt dolgozni, nekem is, azt gondolom, az ennek a összes tagjának. Tehát a klasszikus és a kortárs találkozik. Milyen volt a próba folyamat, hiszen először jár Székesfehérváron már, mint a szimfonikus zenekar élén? Remek volt, igazán kiváló közösséget és társaságot és zenész alkotóerőt ismertem meg az Alba Régia szimfonikusok képében, és hát nagyon remélem, hogy máskor is fogunk találkozni. Ez egy előremutató döntés a Filharmónia részéről, hogy ezt országszerte elindították ezt a sorozatot. Miért értékeli? A Filharmónia Magyarország egy egészen kimagasló koncertszervezési reputációt tudhat magának az elmúlt években, és egyáltalán nem volt számomra meglepő, hogy az innovációnak ezen a területén is, amikor online kell közvetíteni, ott lesznek az élen, és az, hogy a magyar szimfonikus zenekarokat egyfajta körképben most ebben a március végéig tartó várhatóan a pandémiával még, meg az zárásokkal sújtott időszakban is tudunk ezáltal a közönségnek élményt adni. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt köszönjük nekik is, hogy ezt lehetővé teszik. Koncerttermeket még ugyan nem látogathatjuk a járványhelyzet miatt, de a komoly zene kedvelőinek nem kell lemondaniuk az élő zeneélményről. A Filharmónia Magyarország virtuális hangversenytermeiből több csatornán követhetőek az ingyenes közvetítések. '79 esztendeje tartották Wannseeben azt a konferenciát, amelyen a náci vezetés döntést hozott az európai zsidóság kiirtásáról. Székesfehérváron a holokauszt emlékműnél és a zsidó hitközség imaházánál emlékeztek az áldozatokra. A hagyományokhoz hűen a Wannsee évfordulóján Székesfehérváron a holokauszt emlékműnél néma fűhajtással és mécsesgyújtással emlékeztek azokra a zsidó honfitársainkra, akiket koncentrációs táborokba, munkatáborokba, a halálba küldött a náci terror. Sokat kell beszélni róla, be kell mutatni azokat a történéseket, amelyek 79 évvel ezelőtt, illetve 70, több mint 70 évvel ezelőtt történtek a világban is, persze Magyarországon. Példaként tudom mondani azt, amit a Wallenberg Egyesület csinál, hogy három egyetemen tartunk az előítéletességről órákat, szabadon választott tárgyként, és nagyon sok hallgató jelentkezik erre, érdekli őket ez a téma. A Richard Heydrich által vezetett 1942. januári tanácskozás célja az volt, hogy a jelenlévő államtitkárok és főhatósági vezetők egyeztessék a zsidók összeurópai megsemmisítésének részleteit. A 15 oldalas jegyzőkönyv szinte leplezetlenül írja le milliók útját a halálba, 11 millió főben adva meg a kiirtandó zsidók számát Európában. A konferenciának a tanulsága és emlékezése megmutatja azt, hogy mik történtek akkor is, ez hova vezetett, amiről ma nagyon kevesen, viszonylag kevesen tudnak. Ez az egész folyamat, ami a holokausztot eredményezte, a zsidóságnak egy soha ki nem törölhető fájdalma, de megmutatta azt is, hogy minden vereségből, illetve kirekesztettségből van út a kilábalásra és a felemelkedésre, ami a mai magyar zsidóságra is jellemző.
A megemlékezéshez kapcsolódva a Vasvári Pál gimnázium diákjai a zsidó hitközség imatermében Juhász Judit gondoskodó tisztelettel összeállított visszatekintőjével mutatták be az embertelen döntés hátterét, és tettek hitet a kirekesztettség elítélése mellett. 1942. január 20-a, kedd. A fagyos délelőtti nap szikrázóan veri vissza a fényt a hóborította tájról a kastélytövező park délceg évszázados fáira. A személyzet készülődik, hogy a konferencián résztvevő 14 főt vendégül lássák. Valamerről, valahonnan, felhők felől vagy föld alól, csillagtalan csillagokról. Kénszagú szakadékokból árad valami végzetes és vak. Riadt, riasztó rezes banda, rémült, srémítő rezes banda, gyáva és vadrezes banda, oltáhidegítő hangja. A megbeszélést Reinhard Heydrich, SS vezérezredese, a Birodalmi Biztonsági Főhivatal vezetője tartotta Hermann Göring megbízásából. A jegyzőkönyvet Adolf Eichmann készítette. Szíveket kever a fekete festő, kés az ecsetje szívemet metsző. Csillagos égbolt baljában a paletta, ördögfiókák liháncolnak alatta. Homloka árnyék, árnyéka eltölt. Néha úgy érzem maga az ördög, ha lenne ördög. S mert Isten sincsen, húsvér ördöggé őt magam teremtem. A zsidó kérdés végső megoldásának megtervezése volt a konferencia legfőbb napi rendi pontja, hiszen a korábbi tervek, miszerint az európai zsidóság tagjait a megszállt keleti területekre küldték volna kényszermunkára, nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Sínek hasítanak sivítva országok vérző húsába, mint fába a fűrész. Vonító vonatok vonszolják vérző testemet, vérző testüket országok vérző testén át. 8 ló, vagy 48 ember, vagy 150 deportált. 150 senki, akit vár a csattogó fogú ismeretlen. 150 tikkadt torok, 150 kiszáradt gyomor. 150 őrültél borzolt idegrendszer, 150 szomjas tüdő, mely öklendezi a rablevegőt, 150 elaszott hát, amelyre sziszegve vár a korbács. 150 eltompult barkó, amelynek kibányázták már az olmot, 150 agyú borzadály. 150 fogolyféreg, akit egy csizmal eltapos. 150 fogolyféreg, és 100 000, és millió, millió. A keleti területekre való deportálás és kényszermunkatáborok kialakítása túl lassú, túl körülményes, túl költséges lett volna. Hatékony, gyors és költségkímélő megoldást kellett találni. Mert tenger kiaszhat sivataggá, és búzamező csontmezővé, és mosoly sírássá, éhséggé az öröm. Gyilkolni is lehet az ostobáknak, kik nem értik, hogy ők halnak meg minden halállal. A konferencián javaslat merült fel a túlélők megfelelő bánásmódban való részesítésére is, hogy ne kerülhessen sor a zsidó újjászületésre. A zsidókat a végleges megoldás folyamán keleten megfelelő vezetéssel és alkalmas módon munkára kell fogni. Nagy munkáscsapatokban, nemek szerint szétválasztva. Útépítés közben vezetik a munkaképes zsidókat ezekre a területekre, és eközben nagy részük természetes fogyás útján kétségtelenül ki fog esni. A végül esetleg megmaradó töredék állományt, mint ahogy ez esetben kétségtelenül a legellenálló képesebb részről van szó, megfelelően kell kezelni, mert ez természetes kiválasztódást mutatva, szabadon bocsátása esetén egy új zsidóság magjának tekinthető. A Vonzéi konferencia jegyzőkönyvéből. Végtelenné öregbíti a perceket, órákat, nappalokat, éjjeleket a kín. Itt élsz, hát élsz a mond. Felsőbbrendű szöges drótok között az őrtornyokból felsőbbrendű gépfegyverek vigyázzák lépteid. És felsőbbrendű vérebek vicsorítják rád ínyüket. Neved nincs, tárgy vagy csupán, karodon a leltári szám. Tárgy vagy, csíkos húzattal beszélni tudsz ugyan, de nem tanácsos. És nem tanácsos hallgatni sem. És nem tanácsos aludni, nem tanácsos virrasztani. Nem tanácsos enni, nem tanácsos éhezni. Nem tanácsos robotolni, nem tanácsos kibújni a munka alól. Nem tanácsos betegnek lenni. Nem tanácsos egészségesnek lenni. Nem tanácsos járni. Nem tanácsos helyben ülni, nem tanácsos megszökni, nem tanácsos maradni. Nem tanácsos tűrni, nem tanácsos lázadni. Nem tanácsos gondolkodni, sírni, nevetni.
Nem tanácsos meglátni társad szafatokban lógó húsát. Nem tanácsos félrefordulni, égre bámulni, szemet földre sütni. Nem tanácsos sajnálni, akit hideg vízzel locsolnak a havon. Nem tanácsos sajnálni, akit élve eltemettek. Nem tanácsos sajnálni, akit élve megélgettek. Nem tanácsos részt venni, nem tanácsos közömbösnek maradni. Nem tanácsos élni, nem tanácsos meghalni. Hát ez vagy. Itt vagy fényévekre mindattól, amit valaha úgy hívtál élet. Délceg egyenruhában sétál körülötted a kibérelt halál. Szokd meg hát. Szokd meg. Mint megszoktad régen a kifényesedett fenekű nadrágot, fakó nyakkendőd, kajlácska kalapot. Evés közben olvasott újságot, ujjadon a karikagyűrűt, feleséged apró zsörtölődéseit. Az, hogy kirúgtak állásodból, s térdig lejártad lábad a mindennapiért. Szokd meg, mint nappal a fényt, éjszaka a sötétséget, a zajt, a csöndet, az alvást, ébrenlétet, púzusod lüktetését, a hideg vacsorát. És a legborzasztóbb az, hogy megszokod. A megbeszélés során felmerültek olyan, nem minden esetben eldöntött kérdések is, hogy ki számít zsidónak, legyenek-e kivételezettek, illetve mi legyen azok sorsa, akik vegyes házasságból születtek, vagy első világháborús veteránok voltak. Szíveket kever a fekete festő, kés az ecsetje, szívemet metsző. Halottá rajzol, s levakar, hogy élhessek, indulatomon a féket hogy oldjam meg, s nyugalmamon is. Fújok lusta füstöt, füsté fúgom a fekete festőt, csak így lophatja, tiszta szemem, hogy meglásd, szívembe, szívedbe, szívünkbe a föloldást. A találkozó viszonylag gyorsan, egy-másfél óra alatt lezajlott, és a résztvevők között teljes volt az egyetértés és az együttműködés. A konferencia jegyzőkönyve az egyik legfontosabb fennmaradt dokumentum a holokauszt történetében, amelyet 1947-ben találtak meg a konferencián megjelent Martin Luther iratai között. Mert megtartóra van szükségünk, jobban, mint bármikor. Megtartóra, ki mint az anyanyelv lelkünkből lelkedezőn jelent, múlt, jelen, eljövendő végtelent, s megismerésünk bűnös útján rendet teremt. Január 22-én ünnepeltük nemzeti imánk a himnusz születésnapját, a Magyar Kultúra napját. A jeles ünnepre gála műsorra készültek Székesfehérvár kiemelt kulturális intézményei. Összművészeti gála műsorral ünnepelte Székesfehérvár a Magyar Kultúra napját január 22-én. A kultúra képviselői a Vörösmarty Színházba vitték magukkal a nézőket, hogy a klasszikus zene, a balett, a néptánc és a színművészet egy-egy szeletéből adjanak ízelítőt. Nagyon nagy örömmel fogadtam kb. Egy két héttel ezelőtt Szikora János igazgató úr telefonját, aki azzal hívott föl, hogy hát itt a rendkívüli körülmények között is a veszélyhelyzet minden szabályát betartva, de a Magyar Kultúra napján egy széles fehérvári kulturális összefogás jegyében, de ünnepeljük meg a Magyar Kultúra napját, és adjunk ezzel örömet, adjunk ezzel értéket az embereknek, ami talán most egy kicsit többről is szól, hiszen tudjuk, egy nagyon nehéz időszakot élünk, most már közel egy éve, és hát sok minden hiányzik az életünkből, az egyik például az, hogy teljesen természetes legyen, hogy este eljövünk színházba. Ez sajnos most már hónapok óta nincs így, és ezért nagyon szép dolog az, hogy mégis a kulturális szereplők összefogásával most el tudjuk vinni a magyar kultúra értékeit és a fehérvári kultúra értékeit a fehérvári házakba, lakásokba, otthonokba. Az ötletgazda Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója örömének adott hangot, hogy összefogással sikerült felelősséggel és méltósággal köszönteni nemzeti imánk születésnapját. Az esten a teátrum színművészei, Juhász Illés, Sági Tamás, Gáspár Sándor és Ballér Bianka, Molnár Ferenc Játék a kastélyban című komédiájából mutattak be részleteket. Kérek egy konyakot. Reggel. Reggel mindig. Mit fogsz most csinálni, te gazember? Látod, hogy mit tettél velem? Hát öngyilkosságba kergetsz, Istenem, meghalni, ahogy Istenem! Együtt, Anni! Ketten! Együtt! Nekem mindegy, halljanak meg, ketten vagy együtt, csak halljanak meg! Nem kell lesz! A halálba se kell lesz! Látod, hogy mit tettél velem?
Mit fogsz most csinálni? Állok az úrnak a rendelkezésére! Hát még csak az kéne. Botrány! Legyen! Az én rendelkezésemre fog állni, és azt csinálja, amit én parancsolok. Parancsol? Turai! Fogd már be! Igenis, parancsol! Beszéljen, Sándor! Ő akármit is harsog, maga csak beszéljen! Én? Harsogok? Igen, Almádi, te harsogsz! Én harsogok, mert az én pianómat a kakas ülőn is lehet érteni, nem úgy, mint. Nem úgy, mint? Mint? Tegye el a hervad pianóját. Örüljön, hogy kihúzom a bajból. Azt gondolom, hogy a művészeknek, akiket most ebben az időszakban szívesebben neveznék a kultúra munkásainak, óriási a felelőssége. Az országban rengeteg ember dolgozik azon, hogy a lakosság többsége egészségügyileg helyre kerüljön. Azt gondolom, hogy amikor a járvány lezajlik, akkor a mi felelősségünk lesz, hogy a mentális egészségeit minél hamarabb visszanyerje a társadalom. A mi felelősségünk abban áll, hogy a mentális egészséget kell megőrizni az embereknek, és mivel tudnánk megőrizni, ha nem mással, mint a kultúrával. A kultúra ajándék, de a kultúra egyben gyógyszer is. Milyen gyógyszerként kell az elkövetkezendő időkben mindazokat a produktumokat, amiket csinálunk, ezeket átadni az embereknek. Az Alba Régia táncegyüttes is varázslatos műsorral készült, a népi kultúra barátai régen vártak arra, hogy ismét tanúi lehessenek Majoros Róbert egyedi koreográfiáinak. Minden évben nagy örömmel készül az Alba Régia táncegyüttes erre a napra, mert itt a többi művészeti ággal, színház, színművészettel, a zeneművészettel, táncművészettel együtt tudunk megmutatkozni. Ez mindig egy különleges alkalom, és nagyon készültünk erre a napra, mert már régen volt ilyen lehetőségünk, hogy felléphessünk, próbálhassunk, úgyhogy a táncosoknak is ez egy nagy kihívás volt, de nagy örömmel vállaltuk, úgyhogy hát várjuk már az estét, hogy újra színpadra kerülhessünk. Egerházi Attila csapata, a Székesfehérvári Balettszínház művészei egy trilógiát hoztak el a Vörösmarty Színházban, ami kimondottan erre az alkalomra készült, és helyet kapott benne egy gyönyörű adivers Latinovics Zoltán előadásában. Őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vadkit rettenet űz érkeztem meg hozzád. Számunkra minden nap a kultúra napja, de ez egy nagyon gyönyörű nap, hogy ugyanúgy, mint a szeretet ünnepe a karácsony, de ha a szeretet van az emberek szívében, akkor minden nap karácsony van, hogy akik a kultúrát műveljük, nekünk minden nap a kultúra napja, de ez egy gyönyörű nap. Egy speciális programmal érkeztünk a Vörösmarty Színházba, a Táncszínházat hoztuk el ismét a Város Színházába. A szimfonikusok ezúttal egy kivételes zeneszerző, Belicai Gyula rendhagyó művével tették emlékezetessé a gála estet. Nem, hogy nagyon nagy örömmel álltunk neki ennek a munkának, hogy a mai estén fellépünk, hiszen rendkívül szép emlékeink vannak a tavalyi Magyar Kultúra Napjáról, ahol
a város kulturális intézményei találkozhattak egy este. Hát akkor még lehetőségünk volt élőben. Mai estén egy olyan darab részletét fogja előadni a zenekar, amely azt gondolom, hogy még a zenebarátok közt is kevésbé ismert, vagy legalábbis azok, akik az újdonságokra, vagy keresik a különlegességeket, azok sem találkoztak Belicei Gyula nevével. Ő Komárnóban született zeneszerző, aki valójában egy mérnök ember volt, és hobbiból zenélt, majd az élete úgy alakult, hogy élete végére már teljes mértékig a zenével foglalkozott, és a zene szeretete vette körül. Őneki a vonós szerenádjából két ételt fog játszani ma este a zenekar. Az esten kiderült, hogy a koronavírus járvány ellenére a kultúra továbbra is mindenkié. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!